Szinte a semmiből tört élre a muszlim ellenes populizmus Magyarországon, ez derül ki a Politikai Kapitál kutatásából egy nagyobb kutatás részeként. Korábban Magyarországon a muszlim ellenesség elhanyagolható volt. Ma már megelőzi a cigány ellenességet, vagy az antiszemitizmust. A Politika Kapitál elemzőjével, Hunyadi Bulcsúval beszélgetek, azonnal mutatunk most előbb önöknek egy összefoglalót. Pár év alatt a muszlimokkal kapcsolatos előítéletek erősebbek lettek a hazai közvéleményben, mint a cigányellenesség vagy az antiszemitizmus. Egyebek mellett ez emelhető ki a Political Capital jelentéséből, amely egy nemzetközi kutatás részeként jelent meg. Ebben kiemelték, bár 2015 előtt az iszlám nem volt része a magyar közbeszédnek, a migrációs vita nyomán ez jelentősen megváltozott az utóbbi években. A hazai kutatás kiemeli, az iszlámról szóló közbeszéd a nacionalizmuson, a migráción, valamint a liberalizmus és rendszerellenességen alapul. Hunyadi Bulcsú, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van. Jó reggelt kívánok. Kezdjük először a módszertannal, a kontextusával ennek a kutatásnak, amely 10 országot ölel fel a Brookings Institution koordinálásában. Miért önöket választották, hány embert ölelt fel a kutatás reprezentatíve? Köszönöm szépen a kérdést. Igen, az amerikai intézet, a Brookings Institution megbízásából, felkérésére készítettük ezt a kutatást mi Magyarországon. 10 másik országban, vagy 9 másik országban más-más szervezetek végezték a kutatást. Mely országokban? Európa? Európai országokban és az Amerikai Egyesült Államokban történt a kutatás. A kutatás két lábon állt. Az egyik volt egy desktop kutatás, magyarul asztali kutatás, tehát információkat gyűjtöttünk, híreket olvastunk, adatokat néztünk meg, és vizsgáltunk meg, és elemeztünk. Ez volt az egyik lába, a másik lába pedig mély interjúkat készítettünk, mind a kormánypárt képviselőivel, mind szélsőjobboldali szervezetek, pártok és nem pártszervezetek képviselőivel. Választópolgárokkal, állampolgárokkal? Nem, olyan része nem volt a kutatásnak, tehát ez nem egy közvélemény kutatás volt, hanem ez kifejezetten, mondom, egy asztali kutatás, információgyűjtés, illetve mély interjú készítés. Itt kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy azoknak a politikai szereplőknek a képviselői mit gondolnak az iszlámról, a muszlimokról, a bevándorlásról, akik ezeket a témákat a politikai nyilvánosságban, a politikai közbeszédben elsősorban használják, alkalmazzák. Mondtam az előbb, amikor még önt vártuk és konferáltuk, hogy nem sokára érkezik a Robival, egy olyan dolgot, ami lehet, hogy pontosításra szorul, és a lelkiismeretem érdekében szeretném megismételni, hogy ön javítson. Azt mondtam, hogy a kutatásuk azt állapította meg a többi közt, hogy összeért a szélső jobb és a populista jobb oldal, ezzel nem fog vitatkozni, de hozzátettem, hogy populista jobb oldalnak például a magyar kormány képviselőit szokták nevezni. Mi a populista jobboldal, és van-e köze a magyar kormányhoz? A populista jobboldal egy viszonylag tág kategória, elég sok mindent szoktak alá sorolni. Igazából egy olyan jobboldalról beszélünk, amely olyan témákat használ, és olyan taktikát használ, amely nagyon, tehát olyan taktikát használ, ami nagyon-nagyon leegyszerűsíti a politikai közbeszédet, tehát alapvetően egy ilyen jó-rossz harcára próbál minden témát leegyszerűsíteni, ugye ezt látjuk például a migráció kérdésében, ott is a magyar kormány egy olyan álláspontot foglal el, amivel az egy ember vagy egyetért, vagy nem ért egyet, de nagyon nehéz egy középutas álláspontot elfoglalni, nagyon nehéz vitatkozni, tényeken alapuló vitát folytatni, mert nagyon sok álhír, nagyon sok félinformáció, dezinformáció jelenik meg a híradásban, és úgy is a magyar kormány kommunikációjában is. Hadd menjek akkor tovább. Mondtam ezzel én azt, hogy a magyar kormány szélső jobboldali, vagy mondják önök azt? Mi ezt nem mondjuk a kutatásban, tehát mi a kutatásban megkülönböztetjük a populista jobboldali magyar kormánypárt és a szélsőjobboldali szervezetek és szélsőjobboldali pártok álláspontját. Miért? Ha összeért. Mi azt gondoljuk, és erről nagyon sok vita van elemzői és tudományos körökben is, hogy hogyan lehet definiálni, és ugye nagyon nehéz definíciókat alkalmazni, mert azért nincsenek vettiszta definíciók, a politika egy olyan terep, ami folyamatosan változik a szereplők. Mondjon pár olyan differenciás specifikát, amivel legalább az ember valamennyire világosan látja, mondjuk a magyar kormány kommunikációja, cselekedetei, döntései és a szélső jobboldali pártok közti különbsége. Uh-huh. Szerintem az egyik fő különbség az, hogy a szélső jobboldali pártoknak, a szélsőséges szervezeteknek egy nagyon fontos specifikuma az, hogy agresszióra buzdítanak és elfogadják az agressziót a politikai céljaik érdekében. Gondoljunk például arra, amikor szélsőjobboldali szervezetek 2015 folyamán elmentek a határa, úgymond, hogy ők tisztítsák meg a határt a bevándorlóktól. A magyar kormány nagyon radikális retorikát alkalmaz bevándorlás kérdésében, de mégis én azt gondolom, hogy van egy határ, amin nem megy túl.
Hozzá kell tenni, hogy... Bocsásson meg ezen a ponton, hol különbözik, nagyon fontos, amit mondott, a magyar kormány nem buzdít agresszióra, ugyanakkor indirekten következménye a politikájának. A mások által, állampolgárok által elkövetett agresszió, lásd a minap az Index újságíróját vélhető, vagy a támadó által arab származásúnak vélt háttere miatti agresszió, vagy a határvédő kutyás szervek, vagy a tranzitzónában éheztetett felnőttek, akikkel kapcsolatban most már nyomtatványa van az európai szerveknek, hogy kitöltsék folyamatosan, mert tucatjával vannak ilyen emberek. Tehát a következmények, azok mennyire választhatók le egy direktben nem agresszióra buzdító politikától? Ez egy nagyon fontos kérdés. Azt lehet látni, hogy és az is egy fontos különbség igazából a populista jobb és a szélsőbb között szerintem, illetve Magyarországon specifikusan, hogy a magyar kormányzat igazából szimbolikus, retorikai szinten használja ezt a témát, politikai szándékból, politikai haszonszerzésből gyakorlatilag építették fel ezt a témát, gyakorlatilag mesterségesen is tartják napirenden 2015 óta. Ez is egy nagyon fontos különbség szerintem. De az, hogy milyen következményei vannak a retorikának, Az nagyon fontos, hogy azt lássuk, és ez nem csak a mostani esetből látszik, egyébként a Mérce újságírója. Bocsánat, nem az Index újságíró, ami Mérce, így van. De ezt láttuk már 2016-ban Őcsényben, amikor ugye egy kis faluba itt tartózkodó menekülteket és már menekült státusz kapott embereket szerettek volna elvinni egy településre nyaralni, akkor ott a helyi lakosság szinte fellázadt, gyakorlatilag a panzió tulajdonos autójának a kerekét kiszúrták, és ezt utána a miniszterelnök gyakorlatilag legitimálta, azt mondván, hogy ő megérti a falusiakat, és szerintük ez egy helyes. Milyen fontos példa volt. Így van, amit most felidézett. Tudja, olyan érdekes volt a minap a miniszterelnök egy különösen filozofikusra sikerült nemzetközi interjúban arra panaszkodott, hogy én egyszerűen fogalmazzak, hogy mivel a gondolatot, a szellemet, a nyelv és a közbeszéd határozza meg, ezért résen kell lenni, mert a baloldal, a progresszív nevezett baloldal kezében tartja még mindig a nyelvet. Meglepett a miniszterelnöknek ez az aggodalma, hiszen azt gondolná az ember, hogy például az Isten, a haza, a család jobboldal által megkapott és abszolút visszavehetetlen hármasa, a többiről nem is beszélve, olyan mértékben átadta a nyelvet és a közbeszédet a kormánynak, amivel pont a másik oldalnak nehéz fölvenni a versenyt. Szerintem a magyar miniszterelnök nagyon jó retorikában, ugye látjuk a beszédeit, olvassuk az írásait, és az látszik, hogy nagyon jól csavarja a szavakat, nagyon ügyes a kettős beszédben. Tehát, hogy mond valamit, nem mondja expliciten, de aki akarja és aki befogadó, az érti, hogy mire gondol. Nagyon sok ilyen példát lehet felhozni, például a muszlim ellenesség, iszlámról való kommunikációban is lesz, látjuk a Fidesz terén, hogy a mainstream kommunikáció az nagyon radikális, nagyon muszlim ellenes, nagyon iszlám ellenes. Soha a miniszterelnöknek egy rossz és nem tiszteletteljes szava a muszlim közösségekre személyesen nem volt. Így van, de mégis, ha figyeljük a kormánypárti sajtót, ha nézzük mondjuk a Fidesz szóvivőjének a nyilatkozatai, de akár Orbán Viktornak olvassunk a sorai között, akkor azért érezzük, hogy mit gondol, milyen üzenetet akar közvetíteni. Emellett az is nagyon fontos szerintem, hogy a miniszterelnök és a Fidesznek és a Fidesz párti sajtónak az is egy nagyon fontos narratívája, hogy még mindig a baloldal és a baloldali média uralja a nyilvánosságot. Ha az ember megnézi az objektív kutatásokat, akkor látja, hogy ma Magyarországon az országos elérési médiumok túlnyomó része a Fidesz dominanciája alatt van, a helyi sajtóról nem is beszélve, ami egyértelműen önkormányzati befolyás alatt áll. Tehát ez az aggodalom a miniszterelnöknek, ez vagy álságos, vagy tévedés? Én nem hiszem, hogy a miniszterelnök úr tévedne, szerintem ő jól ismeri ezt a szegmest, nem is beszélve arról, hogy ugye a... Csak följebb akarja csavarni a potmétert inkább. Kormányzati rendelettel egyesítette a kormánypárti sajtót egy alapítvány alá, tehát hogy én azt gondolom, hogy ott központilag törődnek ezzel a területtel, és nagyon jól tudja, hogy milyenek a sajtóviszonyok. Egyetlen nagyon rövid utolsó kérdésként, mit tehet az az állampolgár, aki tiszta lelkiismerettel szeretne pirézek és egyéb nem létező és létező állampolgártársaink, vagy hozzánk bármilyen okból kerülő embertársainkkal szemben tisztességesen viselkedni? Szerintem két dolgot tehet. Egyrészt segíthet, tehát vannak olyan szervezetek, akik segítenek az itt élő külföldi embereknek a beilleszkedésben, hogy jobban megértsék Magyarországot. Ez egyik, amit tehet. A másik, amit szerintem fontos, hogy mindenki tegyen a saját környezetében, hogy beszélgessen más emberekkel, és mondja el, hogy miért falsok azok az érvek, amit a kormányzat használ. Beszélni egymással nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.